Itt az M9-es úton Bogyiszlott térségében állították meg a rendőrök a két külföldi személyautót. Az egyiken lengyel, a másik a német rendszám volt. A kocsikat szerb sofőrök vezették. Pillanatok alatt kiderült, hogy az utasaik illegális migránsok. A két járműben összesen tíz külföldi foglalt helyek, akik közül négyen indiainak, hatan afgánnak mondták magukat. A rendőrök a 10 határsértőt az érvényes törvények alapján visszakísérték a déli határkerítéshez. A szerb sofőröket pedig előállították és kihallgatták. Embercsempészetért kell hamarosan bíróság elé állniuk. Az embercsempészekkel szemben pedig bűncselekmény gyanúja miatt eljárást indítottak őrizetbevételük mellett. Ha a két szerb embercsempészről bebizonyosodik, hogy a bűncselekményt szervezet keretek között próbálták elkövetni, akár 15 év börtönt is kaphatnak fejenként.